témájában még szót kért Nagy Péter. Amikor bejöttünk, akkor mindenki megkapta azt az anyagot, amelyik úgy szól, hogy nemzeti együttműködési alap, szakmai pályázat. Hát vagy előveszitek, vagy majd otthon megnézitek. Nyilván nem akarom az egészet ismertetni, csak néhány dolgot szeretnék kiemelni belőle. Ott már a költségvetési táblázatban láttátok, beadtuk az Orapon a nevébe ezt a pályázatot. A pályázatnak egy kicsit lehet, hogy furcsának tűnik a címe, ha elolvastátok. Hátrányos helyzetű kisnyugdíjasok oktatása, számítógéptől tabletten át az okos telefonig. Ezt a hátrányos helyzetet azért tettük be, mert tavaly csak simán számítástechnikai oktatást írtunk be, ez úgy látszik nem nagyon nyerte meg a tetszését a bírálóknak, nem volt benne semmi különös. Nyilván, ha nyernénk, akkor nem azt néznénk, hogy ki hátrányos helyzetű, hanem aki jelentkezik, aki beférne, az mindenki részt vetne a képzésbe. Nyilván csak néhány részletet másoltunk ki a pályázatból. Elhívom a figyelmet a harmadik pontra. Ha nyernénk a pályázatba, akkor szeptember 4-én indulna a képzés. Nyilván, ahogy a megfogalmazásban is szerepelt, számítógép, tablet és okostelefon az igényeknek megfelel, majd ahogy jelentkeznének a tagok. Négy csoportot tervezünk, ez a negyedik pontban szerepel. A hatos pontban ugyan az szerepel, hogy majd augusztus 1-től lehetne jelentkezni, de nyilván, ha a pályázaton nyertesek lennénk, akkor abban a pillanatban már küldenénk ki az értesítést, hogy lehet jelentkezni. A nyolcas pontban egy záró workshop is szerepel, ebből több részletet a lap ezen oldalán, illetve a következő oldalon találtok majd meg. Ennek nyilván az a célja, hogy itt lehetne egybe látni, hogy a tanultak azok egy milyen szinten kerültek elsajátításra, második részben pedig összefoglalva a résztvevők láthatnák, hogy mi mindenre lehet használni számítógépet, tabletet és okostelefont, és nyilván aki részt vesz, vagy csak ezek közül egyiken venne részt. Az záró workshopban lehet, hogy nyilván az egyes pontban furcsának találjátok, hogy kiemeltük az elektronikus levelezést, vagy például az elektronikus ügyintézést, de ugye ezeket megint azért kellett kiemelni, mert ezek azok, amelyek esetleg bírálati szempontok alapján nyertesek lehetnének. A másik oldalon, a negyedik pontban írtuk le azt, hogy mi mindent mutatnánk be, nyilván elsősorban azok, akik a tanfolyamon részt vennének. A többiről most én nem is akarok szólni, hanem csak a kérést fogalmaznám meg, hogy ismertessétek a klubban, hogy lehet, hogy lesz egy ilyen lehetőség, és fel kellene készíteni a klubtagokat, hogyha lesz lehetőség, akkor jelentkezzenek. Ugyanis az utóbbi időben azért a nagyjelent képzésnél az a tapasztalat, hogy a klubokból egyre kevesebben jelentkeznek. Nyilván tudom azt, hogy sokan azt mondják, hogy én már voltam, nekem elegendő az. Tehát pontosan a számítástechnika is ezt kellene tudatosítani. Ez egy életünk végéig tartó program. Tehát nincs olyan, hogy valaki most már eleget tud, mert olyan nincs. Még a diákok sem mondhatják el, nem az, hogy a nyugdíjasok ezt elmondhatnak. A másik, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagyon sokan félnek ezt a tapasztalatom, például az okostelefont. Pedig arra kell számítanunk, hogy egyre több okostelefont fogunk kapni gyerekeinktől, unokáinktól, és nem azért kell elfogadni, hogy az elég nehéz, és valakit fejbe tudok vele dobni, hanem azért, hogy meg kellene tanulni a kezelését, és erre is nagyon kérlek benneteket, hogy biztassátok nyugdíjas társaikat. És még egy dolgot, ha már egyszer szót kértem, hadd mondjam, Boros Sándor már elkezdte mondani ezeket a YouTube címeket, kiegészítem még az ezüstös dallamokkal, tehát azok, akik szoktak részt venni ezen, az ezüstös dallamok megnézhető. Én folyamatosan figyelem a nézettséget, és hát megmondom őszintén, hogy nem vagyok megelégedve, de azért ez, hogy most kifejezem az elégedetlenségemet, talán segít azon, hogy ti is tovább viszitek az információkat, már a következő körlevélbe be kellene írni ezeket a YouTube címeket is, hogy tudatosítani. Tudom, hogy a Sándor elküldte, de még egyszer tudatosítani folyamatosan, hogy nézzétek.
Például a fegyveres testületeknél készítettem egy videófelvételt, és a Babi nagyon aranyos volt, mert ő aktivizálta a klubtagokat, és látom, hogy tényleg nagyon sokan nézik. Ugye egyszer már megmutattam azt a trükköt, hogy meg lehet nézni, hogy melyik a legnézettebb videó. Hadd mondjam azt, hogy nyilván az Arabóna még nagyon fiatal, mármint a YouTube oldalon, ott, ha jól néztem meg, akkor 200 volt a legtöbb nézettség, viszont a Pannon 1992-ben 34 ezer nézettségű is volt már a videók között. Persze ugye, ha ezt más szemben nézzük, ha valaki nézegeti a YouTube-ot, ott látja, hogy elkapott videókat millióan nézik, na de hát itt is több lehetne a nézettség, hogyha ezt a nyugdíjasok komolyan vennék. Tehát én erre nagyon-nagyon biztatlak benneteket. És befejezésül nem akartam itt Szilágyi György igazgató kollégámnak a mondandóját megzavarni, de akkor, amikor a Feri nagyon helyesen megkérdezte a technikai feltételeket, akkor ugye Gyuri mondta azt, hogy technikai feltételeket a kluboknak kell biztosítani. Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az irodán ott vannak a projektorok, és azokat el lehet vinni. Tehát ha valahol csak a projektor gond, akkor az irodáról el lehet vinni. Arra azért felhívnám a figyelmeteket, hogyha így elviszitek, és összekapcsoljátok egy másik számítógéppel, előtt azért próbáljátok ki, nehogy meglepetés érjen benneteket, hogy akkor, amikor indítani kellene, akkor éppen nem indul. De hát ebben például a Sándor rettentő sok segítséget tud adni, hogyha valakinek erre szüksége van. Elnézést, hogy újabb feladatot szereztem. Köszönöm a türelmeteket!